A lézerek működése az elemi folyamatok gyakorisága. A lézerek működését két alapvetően fontos folyamat határozza meg. Az egyik az abszorpció, a másik az emisszió, ami lehet spontán vagy indukált. Utóbbi esetben a keletkező fotonok egymás másolatai, így különlegesen egyszínű, párhuzamos és azonos fázisú hullámokból álló fény jön létre. Nézzük, mi történik, ha atomok sokaságáról beszélünk, melyben vannak gerjesztett és alapállapotú atomok is. Ilyenkor a háromféle folyamat egyszerre zajlik, bonyolult egyensúlyt hozva létre. Ha szeretnénk megtudni, vajon több fényt bocsát-e ki a vizsgált test, mint amennyit elnyel, illetve a spontán vagy az indukált emisszió dominál-e, meg kell vizsgálnunk ezek időegységenkénti számát. Mitől függ az abszorpciók időegységenkénti és térfogategységenkénti száma? Az abszorpcióhoz szükségesek alapállapotú atomok, valamint fotonok, melyek elérik a test atomjait. Mivel a foton-atom kölcsönhatások egymástól függetlenül történnek, az abszorpciók száma egyenesen arányos az alapállapotú atomok és a fotonok számával egyaránt. A képletbeli BMN arányossági tényező az Einstein együttható, amely azt fejezi ki, hogy milyen könnyen történik meg az adott folyamat. Atomszerkezeti számításokkal BMN meghatározható, de erre nekünk most nem lesz szükségünk. A spontán emissziók számát nem befolyásolják a már ott lévő fotonok, csak a gerjesztett atomok száma. Ezért ezek NS száma csak a gerjesztett atomok NM számával lesz arányos. Az indukált emissziók száma szintén függ a már meglévő fotonok számától, hisz kétszer annyi foton nyilván kétszer akkora eséllyel okoz indukált emissziót. Ennek megfelelően az indukált emissziók száma is könnyen felírható. Összefoglalva, ha egységnyi térfogató anyagban U a fotonok száma, NM a gerjesztett és NN az alapállapotú atomoké, akkor az abszorpciók, illetve a spontán és indukált emissziók időegységenkénti száma egyszerűen kifejezhető. E számítások folytatásával megmondjuk, mi a feltétele annak, hogy az indukált emissziókból több legyen, mint spontán emissziókból, valamint több legyen az indukált emisszió, mint az abszorpció. Ha mindezek teljesülnek, egy speciális fényforrást kapunk. A folytatásban megmutatjuk, mit tudunk ezekről anélkül mondani, hogy bonyolult kvantummechanikai számításokba bonyolódnánk.